Nos, hölgyeim és uraim, a század elő egyik gondolkodóját, Ambrus Lajos József Attila díjas írót, szerkesztőt hallottuk, a Század elő gondolkodói című kötetben is olvashatják írását. A művek bemutatkozása után pedig, ahogyan ígértem, következzék egy beszélgetés a művekről Bíró Gergely íróval, szerkesztővel, a Század elő novellái, Móroc Gábor irodalomtörténésszel, filozófussal, a Század elő gondolkodói, és a költő-szerkesztő polonista Zsille Gáborral, a Század elő költészete antológia kötet szerkesztőjével. Tisztelettel kérem az urakat, hogy fáradjanak fel ide a színpadra. Amíg ez megtörténik és helyet foglalnak itt, én e szélső helyet szeretném magamnak vindikálni. Önök szabadon választhatnak a fennmaradó három szék közül. Tehát amíg a szerkesztő urak elfoglalják helyüket, hadd ismertessem önökkel a nagyívű munkában közreműködők nevét, akik megérdemlik a tapsot bizony. A főszerkesztő tehát dr. Jánosi Zoltán. A felelős szerkesztő Zsiga Kristóf, a társszerkesztő Nemes Attila. Mindenki szerényen ülve marad, de hogyha a szöveggondozásban közreműködők közül itt van valaki, azt hiszem nyugodtan felállhat, bemutatkozhat alfabetikus sorrendben, akit a betegség nem tartott otthon, Arató Zsolt volt a közreműködő, Bolla Eszter, Horniák Mónika, Luzsica István, Szabó Eszter és Tóth Gábor. De kijár a taps a tördelő szerkesztőnek, Bornemisza Ádámnak is. Bár nincs itt, de a taps jogos, a borító terv és a tipográfia pedig Lele Orsolya munkája. A nyomdai munkálatokat a Pannonia nyomda végezte. És akkor, ahogy ígértem, következzék a beszélgetés, hogy miért született ez az antológia család, arról már hallhatunk a főszerkesztő úrtól is az iméntiekben, de hogy vajon attól, hogy az antológiák antológiája, tehát a Magyar Napló által 2002 óta minden évben megjelentetett az évverse, az év novellája, az éveszélyi sorozat, ból egy újabb válogatás született, más és más kép kerekedett ki, mind a magyar költészet, mind a magyar prózairodalom, mind az esszék novellák terén. Nem is tudom, ki kezdi a válaszadást, Zsille Gábor a költészet felelőse, Bíró Gergely illő azért természetesen így is bemutatnom az urakat, a novella kötet szerkesztője, és Móroc Gábor pedig a Század elő gondolkodói antológia kötet szerkesztője. Tehát, de ezek szerint a költészet felelőse érzi megszólítatva magát, Zsille Gábor. Köszönöm szépen, igen, hát Szakonyi Károlyt idézve, a magyar irodalomban a legfontosabb mindig is a költészet volt, és utána jött a novella, majd a regény, ezt a sorrendet állította fel Szakonyi Károly, és azt hiszem, a szívem mélyen egyetértek vele. Úgyhogy a költészet frontján nagy szabad egyetem volt ez nekem, hogy végigolvashattam ezt a 16 kötetet az évversei antológiából, és hát ez volt az alapanyag. Ugye ebből kellett válogatni. Éppen ezért igaz, hogy szabad kezem volt a válogatásban, de hát mégiscsak hozott anyagból dolgoztam, és ezért átvitt értelemben három szerkesztőtársam is volt, szeretném őket megnevezni, ugyanis az év versei antológiát 2002-től adja ki a Magyar Napló kiadó, és 10 éven keresztül Szentmártoni János, 9 évig Szentmártoni János szerkesztette, aztán 3 évig Nagy Gábor, és 1 évig pedig megboldogult barátunk Csontos János, és utána 2015-ben vettem át én. Tehát az utolsó 3 évet szerkesztettem jó magam, előtte pedig ugye hozott anyagból dolgoztam. Éppen ezért bátran állíthatom, hogy mindenki benne van, aki számít. Aki nincs benne, az saját maga kérte, hogy maradjon ki. Ezt is mondjuk el, hogy volt néhány olyan, aki
nem szeretett volna jelen lenni ebben a vállalkozásban, de én akkor is így érzem, hogy teljes a kép, 244 költő, tehát reprezentatív az antológia, és hogyha még szabad egy bővített mondatra magamnál egy bővítettet, tartanom, mert a novella és a gondolkodók is izgatók. Jó, akkor nem is rabolom tovább a szót, köszönöm. Hiszen azért az teljesen nyilvánvaló, hogy az itt jelenlévő uraknak van most e pillanatban talán a legteljesebb képük a század előirodalmáról. 16 év, 3 kötet, 385 szerző, 1300 mű, 1776 oldalnyi magyar irodalom, az önök ismeretei erről a legalaposabbak, Bíró Gergely novella. Hát ez zavarbejtő, biztos, hogy nekem nincsen a legnagyobb tudásom a század elő irodalmáról, ezt átengedném. És a novella irodalmáról sem? Az irodalom történészeknek. Ez is egy túlzás, mert valahol tényleg meg kellett szabni a válogatásnak a kereteit, a feltételeit. Ezért is találtuk ki azt, hogy ha már 16 éve jelennek meg évről évre ezek a kötetek, akkor ezek legyenek a kiinduló pontok. Nyilván nagyon sok szerzőtől olvashatunk volna saját önálló köteteket is, de akkor ez egy partalanná váló válogatás lett volna. Én a végén bevallom, már így is a novella mérgezés tüneteitől szenvedtem, ami még nem fordult elő életembe, de egy de az pár olvasók hétig, remélem nem fognak. Egy pár hétig eltartott. Azért sem fognak, mert nekem folyamatosan kellett olvasnom hónapokon keresztül, azért egy antológiát nem muszáj egy szuszra is folyamatosan sőt olvasni, nem is várjuk el tőle. De ami Csilla kérdése volt, és csak olyan érintőlegesen beszélt róla Gábor, őt szeretném kiegészíteni, hogy ugyanaz domborodik-e ki mindhárom kötetben. Most én nem tudtam még olyan alaposan olvasni a esszé és a verskötetet, mint a novellát, de azt tudom, hogy mind a hárman hűek szerettünk volna lenni ahhoz a szellemiséghez, amit Oláh János a Magyar Napló kiadó útjaként annak idején megjelölt. Ez pedig semmi más, mint hogy olyan írásokat keressünk és közöljünk, mind a Magyar Napló, mind a köteteink hasábjain, amelyek mélyítik a nemzeti önismeretünket. Tehát mindig azokat az írásokat részesítjük előnyben, de nem kizárólagosan ilyeneket közlünk, mint ahogy ezekben a kötetekben sem, de mégiscsak azok az írások képezik ezeknek a válogatásoknak a gerincét, amelyek a magyar közelmúlt valóságára nyílnak rá. És ha már, tessék! Én csak azt akartam volna hozzátenni, vagy egy idézőjellel megjegyezni, hogy ahogyan a kiadó előszavában is szerepel, egyfajta fesztikörképszerű teljességre törekedtek azért. Törekedtünk, igen, így van, még akkor is, hogyha ezt a teljességet nem tudjuk elérni a terjedelmi korlátoknál fogva. Mórosz Gábor, kap egy mikrofon szerintem. Az év eszéi 2003-tól jelent meg, és összesen 10 kötet jelent meg ebből. Tehát sajnos megszűnt, utóbbi években nem volt, ezért pótolnom kellett. Tehát körülbelül 20%-a mostani válogatásnak újabb írásokból áll, amelyek antológiában még nem jelentek meg. És szeretném megköszönni Molnár Krisztina kolléganőmnek, ő volt az első szerkesztője az antológiának, valóban úttörő szerepet játszott, mintaadó volt számomra az ő munkássága, illetve Ekler Andreának és Rosonczi Ildikónak, akik aztán később átvették tőle a szerkesztői munkát. Tényleg elképesztően sok munka van ebben a három kötetben, de azt hiszem a legizgalmasabb és legérdemibb kérdés azért mégiscsak az, hogy a 20. század elejének irodalmát ugye Adi életérzésével, pontosabban az Adi versekben megfogalmazódó életérzéssel jellemezhetjük, a minden egész eltörött, a Kocsi út az éjszakában című versből, vagy ha még az eltévedt lovas is hozzáteszem, a vak ügetését hallani eltévedt hajdani lovasnak. Tehát egyfajta szétesettség, egyfajta töredezettség élmény jellemezte a 20. század irodalmát. Vajon ez a fajta töredezettség nyomon követhető, tetten érhető-e a 21. század irodalmában is, vagy pedig milyen tendenciák érvényesek, derűs, vagy még borúsabb a világlátás,
Hát nekem is van egyfajta képem, de izgatottan várom az önökét. Zsille Gábor. Már csak azért is, mert azt hiszem a költészet az, ami a legelőször és a legérzelemgazdagabban tud a korra reflektálni. Igen, hát elnézést kérek Csillától, én mindig rettegve várom ezeket a kérdéseket. Az év versei antológia idején minden költészet napján megkérdezik tőlem azt, amit most Csilla, és én mindig rettegek ettől, mert ez egy megválaszolhatatlan kérdés, hogy milyen most a magyar irodalom, hát sokszínű. De én nem ezt tehát kérdeztem, lehet, hogy, hanem lehet, az összességében hogy... megfogalmazódó életérzést. Az nem sem, lehet arra összességében lehet. Megfogalmazni, mert... Igaz, hogy fragmentálódott és millió mozaik kocka van, de azért ez a mozaik, ez a rengeteg mozaik kocka mégis kirajzolja azt, hogy sokszínű ez a magyar irodalom, vannak benne különböző tendenciák, egyszerre többféle. Az is elmondható, hogy a mai költők is szívesen írnak kötött formákban, tehát nem igaz, hogy a rím eltűnt, nem igaz, hogy az időmérték eltűnt, de nem csak szonettek vannak, hanem millió más dolog. Azért jó ez a könyv, mert kirajzolódik belőle, hogy mennyire sokféle a magyar költő. Viszont ha már így megkaptam a mikrofont, akkor az a rémes interjú alany vagyok, aki úgyis a magáét mondja, teljesen mindegy, hogy mit kérdeznek tőle. Na és mi tőle. Az a magáé? Fontos lenne elmondanom, hogy az év versei kapcsán minden évben szoktam viccelődni, hogy ugye az év verseiben körülbelül 100 költő szerepel, és mindig elsütöm azt a viccet, hogy van 100 barátom és több száz halálos ellenségem, akik kimaradtak a kötetből. Hát most ez időtájt 244 barátom van, akik bekerültek, és valószínűleg most is van több száz halálos ellenségem, de sajnos a költő olyan, hogy attól, hogy bekerül egy antológiába, attól nem fogja feltétlenül szeretni a szerkesztőt, ezért most egyfajta védőbeszédként, vagy egyfajta ilyen lábjegyzetként szeretném elmondani, hogy mi is volt a koncepciója ennek az egésznek. Mert ha valaki szerzőként kinyitja, akkor azt látja, hogy egyesek egy oldalon szerepelnek, mások két oldalon, egyeseknek egy versük van benne, másoknak három. Hát a koncepció az volt, hogy a lehető legteljesebb képet rajzoljuk a magyar költészetről, tehát a lehető legtöbb szerző kerüljön bele, nevezetesen mindenki lehetőleg kerüljön bele, aki a 16 év során szerepelt az év verseiben. És azért az is egy fontos szempont, hogy terjedelmileg kezelhető maradjon a könyv. Tehát, hogyha én most a 244 költőtől 5-6-8-10 verseket beszerkeztek, akkor ez a könyv több ezer oldalas lesz és kezelhetetlen. Ezért muszáj volt azt a szigorú alapkoncepciót körvonalazni, hogy lehetőség szerint egy-két oldalon szerepeljen minden költő. Természetesen ez időnként változik, mert ha valaki eleve hosszú verseket ír, mint például Falusi Márton, akkor képtelenség egy oldalra korlátozni szegényt. Ugyanakkor van Fodor Ákos, aki egész életében haikukat írt, tehát nyilván nem fogok 40 haikut beszerkeszteni azért, hogy három oldalt megtöltsön. Tehát szépen egyénenként kellett mindig elbírálni ezt a dolgot. Azért a legfőbb szempont az volt, mondom, hogy mindenki legalább egy vagy két verssel szerepeljen. Aztán ez az egy-két vers néha egy oldalt tölt meg a kötetben, néha kettőt. És természetes, hogy vannak olyan kiemelkedő jelentőségű költők, mint például Lator László, vagy az elhunyt költőtársaink közül is mondhatnánk neveket, akiknél természetesen nagyobb súllyal esik latba az életművük a válogatás során. Tehát vannak, nevezzük így kiemelt költők, akik három, akár négy oldalt is kaptak, hiszen az ő életművüket nem lehet egy-két versbe szorítani. Hát ez volt a fő szempont, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy méltatlanul kevés verse került be, akkor ne nagyon haragudjék, mert a terjedelemmel is valahogy gazdálkodnom kellett. És olvassák a verseket, mert hogy ebből azért majd csak kiderül azért végül is, hogy milyen fajta irányzatok, vagy milyen módon reflektálnak az emberi és a társadalmi valóságra a 21. század elején, de vajon ez a sokszínűség, a fragmentáltságában való sokszínűség jellemzi a prózai irodalmat is a 21. század első éveiben? Vagy ott azért, ahol az érzelem és a ráció egyszerre, vagy kölcsönhatásban tud jelen lenni, érzékelhetők tendenciák, Bíró Gergely? Tendenciák persze mindenféleképpen érzékelhetők.
is, de megint csak nem merek vállalkozni arra, hogy én erről bármilyen eszmefuttatásba is bocsátkozzam. Azt elmondtam, hogy mi volt a szellemi alapvetése a Olán János által kijelölt szerkesztői világnak, irányvonalnak. Ezt szeretném egy-két mondattal kiegészíteni, mert azért nyilvánvaló, hogyha egy antológiát megjelentetünk, és ez az év novelláira is igaz, azért tagadhatatlan, hogy a szerkesztőnek vagy a szerkesztőknek, mert ezt is többen szerkesztettük már a elmúlt 16 évben, nyilván van egy ízlésük, amely meghatározza a végeredményt, tehát hogy milyen írások részesülnek előnyben, és melyek azok, amelyek esetleg kimaradnak egy ilyen kötetből, de akkor is azt tartottuk mindig szem előtt, hogy a 20. századi ember, magyar ember sorsán, vagy a sorsának a megtörettetésén keresztül beszélni azokról az évtizedekről, amelyek a hátunk mögött vannak, és amelyek nagyon sok alkotó emberben, de nem csak alkotó emberben, tehát sok magyar ember életében tovább gyűrűznek. És röviden tényleg csak az 1950-es évek, 1956-os forradalom és szabadságharc, a rendszerváltozás, a 80-as évek Erdélye, az elszármazás innen a 80-as, 90-es években, és a délszláv háború ihletett meg nagyon sok szerzőt, de természetesen nem Erdélyt említettem, de nyilván a többi határon túli magyar régióból is szerepelnek alkotók ebben a kötetben. Összeszámoltam 22 a 85-ből, ami szerintem egészen jó és méltó arány. Tehát ezek azok a fontosabb történelmi csomópontok. Ezeken felül természetesen nagyon sok más tárgyú, témájú írás is van a kötetben, de hangsúlyozom, hogy ez a gerinc. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy szinte még olyan nyelvmentő munkáknak is olvasói lehetünk, mint a Csángó Gábor Felícia, aki még azt az arhaikus és csak hallható ősi magyar nyelvet megpróbálta papírra vetni. És köszönöm, hogy Csilla említett nevet. Én szándékosan nem említek nevet, mert annyit úgyse tudnék. A magyar nyelv felől közelítve gondoltam, hogy ez megemlíthető. Ahány így van, ahány ebbe a beszélgetésbe belefér megsérteni, meg nem szeretnék senkit. És ha már az elcsatolt nemzetrészek is ilyen módon említetésre kerültek, azt gondolom, hogy különösen a gondolkodók esetében, az esszéírók, a tanulmányírók esetében, akik már távolabbról egyfajta bölcsességgel is fogalmazzák meg írásukat, különösen fontos, hogy egy egységes magyar irodalom, a Kárpát-medence, a Kárpát-haza magyar irodalma az, amiről most beszélünk, Móroz Gábor. Igen, ez kétségtelen, ugyanakkor visszatérnék a fragmentáltság kérdéséhez. Az esszé különösen olyan műfaj, hogy egyszerűen nem lehet rendszerezni, illetve nem lehet definiálni, mi az, hogy esszé. Tehát nem volt könnyű feladatom, azt kell, hogy mondjam, amikor ezt a kötetet válogattam, szerkesztettem, mint hogy szerintem máshoz sem lett volna könnyű a dolga. Tehát az esszé bizonyos értelemben egy marginális műfaj, de ugyanakkor mégis nagyon fontos. A nemzeti és egyéni önismeret lényeges mozzanata. Ugye az esszé alapvetően szubjektív, alapvetően személyes, de ez a szubjektivitás azért nem lehet parttalan. Tehát egyfajta szigorú gondolkodása is összekapcsolódik. Igazából az esszé az adott kort képviseli, és az esszéíró is. Ugye az esszéista benne áll a saját korában. De mégis az a jó esszé, amelyik azért 10-20-30 év elteltével is mond valamit. Van hatástörténete. Az esszé nem lehet publicisztika. Igazából nem lehet szaktanulmány sem neutrális értelemben. Tehát azt mondom, hogy igazából negatív módon lehet csak definiálni szinte az esszét. És most legyünk reálisak. Én mondjuk olvastam bizonyos szövegeket 2003-ban vagy 2005-ben, azok
most már ennyi év elteltével sok tekintetben nem hatottak úgy rám, mint akkor, amikor olvastam őket. Jelentős szerzők, jelentős írás adott esetben kicsit megkaptak az idő során. De mégis azt gondolom, hogy talán sikerült mégis itt ebben a kötetben olyan műveket összeválogatni, amelyek képesek hatni az értelemre is, és az érzelmekre is. És való igaz, hogy itt azért a magyarság szempontja nagyon fontos. Az eszék 95%-a azért direkt vagy indirekt módon a magyar sorskérdésekről szól. És valóban igaz az, hogy itt nincsenek határok, tehát nagyon fontosak a határon túli szerzők is. Például mondjuk Sütő András is szerepel az antológiában, vagy Dávid Gyula. Tehát a nemzet az több, mint az állam. Illetve nem egyszerűen csak a magyarság kérdéséről, hanem egyszerűen a közép-európaiság kérdéséről is szólnak bizonyos eszék. És itt emelném ki akkor Zsille Gábor kollégám, vagy Kovács István, szintén kollégám, lengyel-magyar tematikájú írásait, vagy éppen Kisgyé Csaba, horvát-magyar összehasonlító elemzését. Ez is nagyon fontos, tehát hogy nem csak magyar sorskérdések vannak, hanem közép-európai sorskérdések is. Tehát egyfajta tágasság mindenképpen érzékelhető a kötetekből, és tényleg, hiszen ezeket nem úgy olvassa az ember, hogy leül és végigolvassa, hanem csak lapozgatja, ízlelgeti, szűri, átszűri magán. De azt gondolom, hogy például a Gondolkodók sorozat tartalomjegyzékét nagyon izgalmas a címek alapján is végigböngészni, hogy mégis mik azok a kérdések, amelyek a gondolkodókat, az esszéírókat foglalkoztatták, akik között már sajnos nem köszönt itt körünkben, és a fekete keret sem kerülhetett még neve köré Tőkécki Lászlót, akinek holnap lesz a temetése, és Csontos Jánosról is megemlékeztünk immáron. Az ő neve mellé sem kerülhetett oda a fekete keret. Vagy például Albert Gábor is a közelmúltban hunyt el, akinek felolvasta a színűvészünk. És Vasadi Pétert említette Zsille Gábor, én pedig azt mondom, hogy elfogadván, hogy a versek annyira sokszínűek, hogy nem tudunk semmilyen egységes képről beszélni ez ügyben, és egy dolog ügyében kérem még a türelmüket, az urak a középgeneráció tagjai, ezt ugye mondhatom, ami azt is jelenti, hogy egyfajta készfogót jelentenek, teremtenek az ifjak és a bölcs idősebb generáció tagjai között. Nagy-e a különbség? És most nem csak arra gondolok, hogy van, aki az online irodalom művelője, van, aki a hagyományos formákat részesíti előnyben, hanem világlátásban, szemléletben, hát ha ezt nem passzolja ezt a kérdést, Zsille Gábor. Na már sikerült terrorizálni. Nos, szegény Csillát, hogy kellőképpen jól van, látom, hogy már fél tőlem. Kezdődik egy beszélgetés, ugye? No, hát komolyra fordítva, hát májusban, tavaly májusban kezdtem el szerkeszteni a könyvet, és október elején még javában gépeltem be bizonyos szövegeket, mert szeretem begépelni őket. Úgyhogy nem feltétlenül a szerzőktől gyűjtöttem be PDF-eket, meg egyéb dolgokat. És ez a 4-5 hónap nagyon jó kis együttélést biztosított a kortárs költészettel, és azért is jó ez, mert a sok-sok egyéni hangból mégiscsak kirajzolódik az, hogy van bennünk valami nagyon közös. Ez a magyar irodalom, ez egy olyan sorsközösség itt, akár a Kárpát-medencét is idevéve, vagy a tengeren túliakat, mert a költészeti antológia is olyan, hogy nagyon egészséges arányban vannak benne anyaországiak, emigránsok, határon túli kisebbségiek, nagyon egészséges arányban vannak benne férfiak, nők, és életkorilag is nagyon jó, mert a kötet legfiatalabb szerzője talán 22 éves, egy délvidéki fiú, Celler Kis Tamás, és szép számmal vannak benne 90 év fölötti költők is, tehát az irodalom egészét átöleli ez a gyűjtemény, és mondom, az rajzolódik ki belőle, hogy nagyon, nagyon egyek vagyunk. Nekem olyan testvériség élményem volt a szerkesztés során. Jó ezekkel a pályatársakkal együtt járni a magyar irodalom zarándok útján, jó együtt lenni, jó néha találkozni, jó olvasni egymást. Tehát ez nagyon fontos, amit I. és Gyula mondott egy alkalommal, hogy a költő mesterségének 90%-a az olvasás.
és csak akkor érez az egész valamit, ha tudunk egymásnak örülni, tudunk egymásnak kezet nyújtani, és tudjuk jó szívvel olvasni egymást. Nekem ezt jelentette ez a szerkesztés, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem a pályatársainkra is, mert itt vannak velünk, és milyen jó, hogy itt vannak. Bíró Gergelynek, Móroc Gábornak van hozzátenni valója, de a taps, ha jár, akkor jár természetesen. Most már tényleg nagyon röviden, én megint zavarba jöttem Csilla kérdésétől. Talán, nem volt szándékom. Talán általánosságban azt... az a benyomásom alakult, és egyébként nehezebb is most az egyes nemzedékek közötti stiláris megszólalásbeli különbségeket számba venni, mert most kivételesen ABC sorrendben követik egymást a szerzők. A hagyományos antológ, tehát a év novellái stb. Antológiákban pedig életkor szerint. És ugye a kötet végére, meg egyáltalán elejétől fogva nagyon jól lehetett érzékelni mindig is az eltérő megszólalásmódokat. Itt most, mondom, teljesen össze van kutyulódva az egyes életkorok ebben a kötetben. Így nehéz volt szerkesztés közben ezt követnem, de talán azt hiszem, hogy alapvetően igaz a fiatalabb nemzedékekre a megszólalásbeli kendőzetlenség, nyerseség, egyfajta fesztelenség, nem mindenkire természetesen, és nyilván már érettebb alkotóknál is megmaradnak ezek a minőségek, de azért ez is egy meghatározó jegye a kötetnek. Móroc Gábornak is van mondandója ez ügyben, úgy látom. Azok kapcsolatban, hogy itt a hagyomány valóban tovább él. Hát nem véletlen az, hogy itt több eszé is foglalkozik, például Németh László, I. és Gyula, Bibó István, Hambas Béla munkásságával. Tehát a klasszikus nagy eszéisták tovább élnek az elemzésekben. Azok az elemzések maguk is eszéisztikus jellegét tegyük hozzá. Ott van valahogy az a hevület, az a személyes érintettség ezen az írásokban, ami nélkül eszé nem létezik. Az eszé esetleg lehet szaktanulmány is akkor, hogyha érzed mögötte a személyes érintettséget. És az önismeret kérdése is nagyon fontos, tehát nem csak a prózánál, az eszénél is. Tegyük hozzá, az önismeret fogalma már Kemény Zsigmondnál, Vajda Jánosnál, Péterfi Jenőnél is középpont jelentőségű volt, tehát a magyar esszé hőskorában, és örülök, hogy ez tovább él napjainkban is. A személyes önismeret és a közösségi magyar önismeret. És akkor hadd gördítsem tovább, és legyen ez az utolsó kérdés Móroc Gábor gondolatait, mert azt hiszem, talán a legizgalmasabb kérdések egyike, hogy ez a három kötet, ez az antológia család a 21. század első másfél évtizedéről bevallottan egyszerre akarja megszólítani korunk emberét, tehát minket, mindannyiunkat, illetőleg nyomot, jelet hagyni, felmutatni rólunk egyfajta tükröt vagy képet az utókor számára is. Ahogyan az elmúlt évtizedek, évszázad magyar irodalmát a szekértáboros megosztottság jellemezte, ez a vonulat megtörik, vagy megmarad? Vagy kiderül-e ebből valami, ezekből a kötetekből, hogy az irodalomnak a közösségi meghatározottsága, avagy az esztétizáló vonulata az erősebb-e a 21. század első felében, és hogy összesimíthatók-e oly módon ezek az irányzatok végre, ahogyan Zsille Gábor idézte, vagy örömét fejezte ki az előbb, avagy pedig párhuzamosan, avagy pedig szemben állva haladnak tovább? Én most megjavulok, Csilla, ígérem, mert végre egyszer a kérdésére fogok válaszolni. Teljesen ezt is elértük. Módon. Igen. Tehát nagyon, nagyon eleven lenyomata ez a költészeti antológia az első 15-17 évünknek ebből az évezredből, mert valóban a költészet lehet, hogy kicsit lassabban reagál néha az eseményekre, mert nem másnap írunk verset egy előző napi eseményről, kicsit átszűrjük magunkon. De a versekben megjelennek a jelenlegi társadalmi tünetek. Ebben az antológiában is van vers a migrációról, például a migránsok is jelen vannak benne, de hát ugyanígy más, nyilván más társadalmi jelenségek is megfigyelhetők. Talán a migráció a legfrissebb, ami megjelenik a költészetünkben. És az nagyon fontos szempont, hogy nem voltak politikai
szempontok. Én nem is a politikaira gondoltam. Nem voltak politikai szempontok a szerkesztés során, időnként megvádolják ezzel az embert, de nem voltak. Tehát tényleg kultúrpolitikától, szekértáborosdítól, lövészárkosdítól függetlenül, tényleg csak szakmai szemmel készült ez az anyag, és sőt a lehető legnagyobb nyitottsággal még rá is beszéltem néhány más pártállású kollégát, hogy vállalja ezt az antológiát. Tényleg nem a pártállásra gondoltam, hanem a megközelítésekre. Egyetlen megközelítés volt, hogy jó olyan vers vagy nem. Szerintem nincs baloldali vers, meg jobboldali vers, csak jó vers van, meg rossz. És ebben egyetértünk nyilvánvalóan mindannyian. Úgyhogy nem volt semmilyen mögöttes szándékunk. Egyetlen szempont volt, hogy minél reprezentatívabb legyen a jelenkor költészetére nézve, minél reprezentatívabb legyen ez az antológia. És még egyszer szeretném kiemelni Bornemisza Ádám kollégánk munkáját, mert kiváló, tördelő, nagyon alapos, nagyon precíz. Én először mostanáig, és türelmes is, és nagyon jó vele együttműködni. Én sokáig kétségbe voltam esve, nem voltam benne biztos, hogy ez a könyv egyáltalán létezik-e, mert azt szokták mondani, hogy az a könyv, amelyikben nincs sajtóhiba, az meg se jelent. És sajnos két héten keresztül egyetlen sajtóhibát találtam benne. Ez nagyon jó hír. De ma szerencsére találtam egyet. De azt ne árulj el! Viszont... Most már biztos, hogy megjelent a könyv. Várom a figyelmes olvasók, nekem megírhatják a sajtóhibát, ha megtalálják. Én pedig Bíró Gergelynek a szekértáborokra vonatkozó, vagy egyáltalán a novellairodalom fő sodrataira vonatkozó véleményét várom. Hát én megint inkább azt szeretném kiemelni. Természetesen ez a megosztottság létezik, és éppen egy-két éve hallottam a Tokaji írótáborban, ahol egy este mindig a fiataloké, hogy többen úgy nyilatkoztak közülük, hogy ez a fajta, nem is az, hogy megkülönböztes, ez a fajta megosztottság az ő nemzedékükre már nem érvényes. Én sajnos úgy látom, hogy az, és még, ez még sokáig így lesz, de ma este ne erről beszéljünk szerintem, hanem arról, ami ezekben a kötetekben a szerzőket összeköti. És a novella antológia kapcsán az is egy nagyon fontos szempont volt, ez lehet, hogy engem határoz meg nagyon, de beszéltem ugye a nemzeti önismeretről, és hogy ezt egy ember sorsán vagy sorsának megtöretésén keresztül lássuk. Tehát nagyon fontos a lélektaniság ezekben a kötetekben. Még akkor is, hogyha éppen nem egy nemzeti sorstrámát olvasunk, hanem egyszerűen egy mai élethelyzetet, egy párkapcsolatról, egy házasságról, egy barátságról. Ilyen novellák is szerepelnek ugyanis a kötetben. Tehát egy kicsikét átrajzolva, vagy átfogalmazva a görög mondást, hogy minden novellák mértéke az ember. És ilyen megközelítésű, vagy ábrázolás technikájú, de hülyén fogalmaztam, szóval ilyen jellegű novellákat részesítettünk előnyben, mert azért én sem mertem magamra vállalni azt, hogy én egyedül döntsem el, hogy ebben a kötetben mi jelenik meg. Azért szerkesztő társaimmal, idősebb kollégákkal is rendszeresen összeültünk, hogy a bizonytalanságaimat föloldjuk. Az ember a maga privát szférájában és közösségi meghatározottságában. Móroz Gábor. Valóban ez a megosztottság létezik, ezt kellene tagadni. De nem kell tovább érezni. Tehát valamilyen szinten azért felül kell rajta emelkedni. És azt gondolom, hogy a nemzeti közösség nagyon fontos, a hagyomány tisztelet nagyon fontos, de mellette ugyan értékű a szociális érzékenység is, amely számos eszére jellemző, amikor többen megjelent. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy üzenetértékű végszó ez, amit Móroz Gábor irodalomtörténésztől, filozófustól hallottunk, és bizonyos vagyok benne, hogy kinek-kinek egészen másfajta képe fog kikerekedni, ha olvasgatja ezeket a köteteket, a századelő irodalmának verseit, novelláit, eszéit. Abban is bízhatunk beszélgető társaimmal együtt, hogy nem lohad majd lapozgatván a köteteket az érdeklődésük, sőt, fokozódik, nagyon sok csöndes
este, téli este áll még előttünk a lámpafény mellett a karosszékbe, kucorodva, ahogyan ajánlják is a szerzők vagy a szerkesztők az előszóban, és aztán persze a verőfényes órákban is ajánljuk az Antológia család bármelyik kötetének olvasását. Az egy izgalmas kérdés, soha nem fogjuk megtudni, hogy az utókor majd mit választ, vagy milyen emberképet alakít ki magának a mi 21. századi irodalmunkról. Nekünk viszont megadatik a lehetőség, hogy egy gazdag merítéssel mi magunk is gazdagodunk. Bocsánat, én 80 év múlva itt leszek, és szívesen elmondom. Hát akkor igyekszem én is ideérni. Köszönjük szépen Zsille Gábornak a versek, Bíró Gergelynek a novellák, és Móroc Gábornak az esszék szerkesztőjének. A beszélgetést önöknek pedig azt javaslom, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak ezután is a kötettel, de a sok szó után most ismét muzsikával kényeztethetjük a lelkünket ezen az ünnepi estén. Ahogyan ígértem, a kvartett játszik majd újra. Műsoron Kodály Zoltán magyar rondója, illetve Kodály esti dal.